Péntekre fáklyás demonstrációt hirdet a Jobbik a Fidesz székház elé. Magyar Zoltán országgyűlési képviselő sajtótájékoztatóját mutatjuk be. Mi a véleménye az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatban? Hát az állami számvevőszéknek nem vizsgálata volt igazából, hanem egy diktatórikus döntése, amit minden bizonnyal a Fidesznek a vezetői és Orbán Viktor személyesen rendelt el. Semmi köze nincs a jogállamisághoz, semmi olyan megállapítása nincsen, ami alapján jogosnak vélhetnénk azt a büntetést, amit a Jobbikra kiszabtak. Ugye itt 660 millió forintról van szó, ami a Jobbiknál 17 havi állami támogatás teljes összegének felel meg. Mindezt a legfontosabb időszakban, a választási kampány nyitánya előtt, tehát ennek nem jogi vagy pénzügyi kérdés, ként kell ezt értelmezni, hanem egész egyszerűen politikai döntésről van szó, ahol az egyetlen valódi kihívót, az egyetlen állva maradt bástyát, a Jobbikot már a választási küzdelem előtt igyekszik a Fidesz tönkretenni és bedarálni, és ezért is mondtuk azt, amikor péntekre összehívtuk a demonstrációt, hiszen most pénteken a Fidesz Lendvai úti budapesti székháza előtt tartunk egy demonstrációt, hogy bizony ez nem a Jobbikról szól, ez nem pártpolitikai kérdés. Itt nem csak a jobbikosoknak kell megszólalni, kiállni, segíteni, hanem ez a magyar demokráciáról szól, ez arról szól, hogy 2018 tavaszán a magyar embereknek lesz-e még egyáltalán módjuk, valódi lehetőségük dönteni, vagy pedig kizárólag a Fideszt fogják tudni majd csak választani, hiszen a valódi kihívó, ahogy mondtam, ma már csak a Jobbik, és ezért is akarnak minket eltaposni, és hát meg is ragadnám az alkalmat arra, hogy megköszönjem azt a rengeteg kiállást és támogatást, ami az elmúlt napokban érkezett. Ha jól számolom, körülbelül 5. napja tudjuk azt, hogy az ÁSZ le akarja darálni a Jobbikot a Fidesz utasítására, és ez alatt az 5 nap alatt én több telefonhívást, biztató szót, Facebookos követést, üzenetet kaptam, mint bármikor a 7 éves országgyűlési munkám során, és nem csak jobbikosoktól, hanem olyanoktól is, akik pártpolitikától függetlenül úgy érezték, hogy átlépett most a Fidesz egy olyan vonalat, amit senkinek nem szabadott volna. Az ÁSZ mire alapozza a 600 millió forintos büntetés megfizetését? Hát ezt mi is szeretnénk tudni. Azért itt hangsúlyoznám, hogy itt politikai büntetésről van szó. Én nem tudom értelmezni sem jogi, sem pártgazdálkodási büntetésnek ezt. Ez egy mondva csinált történet, de hogy mégis az ÁSZ mit mondott, az arról azért be tudok számolni. Úgy véli az ÁSZ, hogy a Jobbik több mint 300 millió forinttal olcsóbban plakátolt ki a tavalyi évtől kezdve, és ugye ez főleg az idei év közepén volt látványos, amikor több mint 3000 plakáttal megjelentünk az utcákon, ugye ez olcsóbb volt, mint a piaci ár. De az ÁSZ-hoz nem volt kíváncsi valójában a Jobbik véleményére, hiszen 3 nappal a saját maguk által szabott határidő előtt már leállították azt az online felületet, ahol az észrevételeinket megtehettük volna. Abszolút egy ilyen mondva csinált eljárás jellege volt az egésznek. Sem nem vette figyelembe az ÁSZ azt, hogy mennyiségi kedvezményt kapott a Jobbik. Azt sem vette figyelembe az ÁSZ, hogy még így is, a véleménye szerint ugyan olcsóbban plakátoltunk, de még így is 4-szer annyit fizettünk ugyanennyi plakát helyett, mint amit a Fidesz fizetett 2014-ben. A 2010-es árait a Fidesznek pedig nem is tudhatjuk, mert ezeket a papírokat nem bocsátották a rendelkezésünkre. Tehát számtalan olyan momentum van, amiből világossá válik, hogy ahogy mondtam, ez nem egy jogi vagy pártfinanszírozási kérdés, ez egy politikai megrendelése történt ledarálási kísérlet. Azt akarják elérni, hogy a Jobbik ne tudjon elindulni a választásokon. Nagyon-nagyon meg is nehezíti a dolgunkat, ezt nem tagadjuk, hiszen nekünk ez egy hatalmas összeget jelent, nincsenek plusz bevételeink a Jobbiknál, természetesen nincsenek meg azok a korrupciós csatornák, amit a kormánypártoknál látunk, tehát mi tényleg abban gazdálkodunk, ami törvényileg jár a pártnak, és most ezt akarják tőlünk elvenni, és hát ezzel indokolják, és a több mint 300 millió forintból úgy lett végül is több mint 600 millió forint, hogy az állami számvevőszék a 100%-át hozzátette az összegnek, mint büntetés. És most ezzel a helyzettel nézünk szembe, és ezért nagyon fontos az emberektől érkező rengeteg adomány és segítség kiállás formájában is, anyagilag is, és hát meglátjuk, hogy pénteken a demonstráció, ami egy fáklyás felvonulás lesz, az milyen erőt képes felmutatni. Én nagyon bízom abban, hogy világos üzenet lesz ez az orbáni diktatúrával szemben, hogy széles rétegeknek, sok-sok ezer embernek elege van már ebből. A Jobbiknak milyen kötelezettségei vannak most az ÁSZ vizsgálata után?
Két hétünk van véleményezni az ÁSZ vizsgálatát, ezt természetesen megtesszük, több jogászunk dolgozik ezen, hogy az összes esetleges kérdésükre még választ kapjanak, de hát már jól látszik abból a dokumentumból, ami elérkezett hozzánk, hogy az ÁSZ nem nagyon vár választ, tehát ez valóban egy ilyen utasítás volt gyakorlatilag az állami számvevőszék részéről, ahol ahogy korábban sem vette figyelembe a Jobbik észrevételeit, most sem vagyunk túl optimisták, de természetesen megtesszük ezeket a válaszokat, majd rákövetkező két héten belül jön meg a végső határozat, tehát úgy számolunk nagyjából, hogy annak a 300 millió forintnak január elején kell a számlánkon lenni ahhoz, hogy le tudja emelni az állami számvevőszék, a további több mint 300 millió forintot pedig majd a következő időszak állami támogatásaiból nem fogjuk megkapni, tehát nagyjából erre kell készülni, de én bízom abban, hogy azért az a társadalmi összefogás az visszájára sül el, és talán még visszakozni is fog a Fidesz ez ügyben. Ezt arra is alapozom, hogy ha megnézzük, most már 5. napja tudunk erről a brutális mértékű büntetésről, és a teljes kormányzati kommunikáció le van fagyva az ügyben. Azok a panelek, amelyekkel készültek szerintem, és amelyekkel próbálták a volna Jobbikot is besározni, azok most váratnak magukra, és nem nagyon érkeznek meg, nem nagyon próbálják ezt az ügyet továbbvinni, hiszen szerintem meglepte őket is az a fajta társadalmi reakció, ami érkezett, tehát a Fidesz véleménye szerint arra számított, hogy a Jobbik összeomlik, hogy a Jobbikra ugyanazokat a negatívumokat, ugyanazokat a vádakat tudja majd mondani, amit mi joggal vetünk fel gyakran a kormánypártokkal szembe, és ehelyett meg azt tapasztalhatja mindenki, hogy széles szimpátia és széles és szolidaritás van a Jobbikkal szemben, és talán ez eredményezheti azt a fajta kormányzati csendet, amit ebben az ügyben látunk. Adományok is érkeztek, ha jól tudom, egy nap alatt 9 millió, ez most hogy áll pontosan? Most már a 30 millió forintot közelítjük meg, itt a 200 forinttól egészen az 1 millió forintos adományig beérkezett hozzánk. Nagyon fontos, hogy ezek nem anonim adományok, hiszen az állami számvevőszék ezt is kifogásolná, hanem ezek utaláson keresztül érkeznek, illetve most már csekkes befizetési módra is lehetőség van. Én ezeket is nagyon hálás vagyok, éppen nemrég olvastam egy olyan kommentet az egyik ilyen adománygyűjtő képünk alá, ahol egy kisgyerek írja azt, hogy az édesanyja 4000 forintot szánt neki karácsonyra, és hogy megkérte az édesanyját, hogy ezt nekünk utalját. Szóval ilyen megható történetekkel is ez együtt jár, és azt a fajta összefogást erősíti, ami most kialakult itt a Jobbikkal kapcsolatban. A pénteki demonstrációnk mellé is gyakorlatilag felsorakozott mindenki, aki a demokráciát még komolyan veszi Magyarországon, pártok, civil szervezetek és olyan emberek, olyan véleményformálók, akik lehet, hogy a Jobbik politikájával vagy egyes programpontjaival nem értenek teljes mértékig egyet, de ők is úgy érzik, hogy azt a bizonyos piros vonalat most nagyon csúnyán átlépte a kormány. A Magyar Időkben jelent meg egy cikk a Fideszhez kötődő Mász Ágoston Sámueltől, amiben az ellenzék és a Fidesz helyzetét taglalja, miszerint a Jobbik célja az Orbán kormány megbuktatása, de utána összefognának a Fidesszel és átverik a baloldalt. Miről a véleménye? Napról napra egyre vadabb elméleteket olvasok én is a különböző írók, vagy maguknak íróknak gondolok tollából. Határozottan tudom cáfolni, le fogjuk váltani az Orbán kormányt, eddig a megállapítás igaz, de semmiképpen nem fogunk összefogni egyetlen egy 20. századi párttal sem, tehát itt jelesül kiemelném a Fideszt, az MSZP-t, vagy akár a demokratikus koalíciót, ők mind-mind annak az elmúlt évtizednek a pártjai, aminek az eredménye az, hogy most itt tart Magyarország, hogy itt tart ma Magyarországon a vidék helyzete, vagy akár a demokrácia állapota, tehát semmiképpen nem fogunk velük összefogni, ezért is állítunk mind a 106 választókerületben jelölteket, ezek már meg is vannak szerte az országban, kampányolunk, jelen vagyunk, és ezért fogjuk tudni legyőzni a Fideszt. Bízunk abban, hogy ez egyedül sikerül, de az előbb említett pártokkal semmiképpen nem fogunk össze. A közelmúltban Havas Herg írt egy könyvet Vona Gáborról, ami után elég érdekes dolgok kerültek elő Havas Hergről. Mi önnek erről a véleménye? Hát látok összefüggést a kettő között. Elég érdekes helyzet volt, amikor Havas Henrik az N1 televíziónak adott egy interjút még a könyv megjelenés előtt néhány nappal, ahol azt nyilatkozta, hogy nem számít lejárató kampányra, mert szerinte az ő személye az annyira tiszteletnek örvend, akár még kormányzati körökben is, hogy ezt nem merik meglépni. Én úgy gondolom, minden tiszteletem az írói, de ez egy naív gondolat volt, és ez aztán néhány nappal később ki is derült, hiszen a semmiből kerültek elő olyan magukat celebnek nevező hölgyek, akik azt állítják, hogy Havas Henrik molesztálta őket.
Természetesen erről nincs információm, nem akarom ezügyben sem megvédeni, sem megtámadni Havas Henriket, de az biztos, hogy nem lehet véletlen az, hogy ír egy könyvet Vona Gáborról. Az a könyv ráadásul az első napoktól kezdve látszik, hogy jó fogy, és a valóságot tartalmazza, hiszen úgy írta ezt a könyvet, hogy napi kapcsolatban volt ebben az időszakban Vona Gáborról, és hát ha semmiből meg előkerülnek ezek a vádak, és hát egyértelmű az üzenete is ezeknek a vádaknak, ezzel a kormányzat és a kormányzati média azt akarja üzenni, hogy senki ne merjen Vona Gáborról vagy a Jobbikról pozitív színben semmit feltüntetni, vagy semmit megjelentetni, mert akkor így fog járni. Ez egyértelmű számomra, és ezért sajnálom, hogy eljutottunk odáig, hogy ezt ma meg lehet tenni Magyarországon. Vádat emeltek Kovács Béla ellen. A jobbikos képviselőt többek között kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. Abszurd a helyzet, hiszen most már több mint 3 éve zajlik valamiféle vizsgálódás, és véletlen folytán, idézőjelve természetesen, most indult el az eljárás. Én nem tudom, hogy Kovács Béla mennyire bűnös vagy mennyire nem bűnös, de elég elképzelni azt a helyzetet, hogyha az Európai Unió úgy működik, hogy egy független Európa Parlamenti képviselő, mert ugye a jobbikosok, mivel nincsenek kint frakcióban, függetlenként működnek, ha valóban el tud követni kémkedést, akkor elég nagy a baj, azt hiszem, ott Brüsszel házatáján, tehát természetesen erről nincsen szó. Kovács Béla egyébként ki is lépett a Jobbikból pont azért, hogy ne a pátra vetüljön ez az árnyék. Egy koncepciós eljárásnak gondoljuk, amiben remélem, hogy Kovács Béla meg tudja magát védeni, de ha esetleg, és nem megengedve, de feltételezzük, hogy bármilyen vád meg is állja a helyét, akkor azért tegyük tisztába, hogy akkor a Jobbik a legnagyobb áldozat, hiszen akkor közöttünk volt olyan, aki kémkedett, tehát ilyen formában semmiképp nem terheli a felelősség a Jobbikot. Ki kell derülni az igazságnak, és úgy látom, hogy Kovács Béla, ahogy együttműködik a hatóságokkal, mindent meg is tesz annak érdekében, hogy tisztázza magát, és kiderüljön az igazság is. A napelemgyár ügyében milyen fejlemények vannak? Hát vannak fejlemények. Igen, sokat foglalkoztam az üggyel. 4 minisztériumot különböző formákban faggattam, parlamentben, írásban, sajton keresztül, és nem nagyon jutottunk előrébb, az látható, hogy nagy a ködösítés és a mellébeszélés az ügyben, de hát az állampolgárok azért ennél kíváncsiak, és hát tudok is nekik újabb információval szolgálni, hiszen ha már az államtitkárok és a miniszterek nekem sem árultak el semmit, tovább mentem, és felvettem a kapcsolatot azzal a céggel, aki ezt a beruházást elkezdte, és a mai napig egyébként az ő tulajdonukban van maga az üzem, és arról tudok beszámolni, hogy ők, tehát az Eco Solifer Kft., több mint 1 éve perben áll az Exim Bankkal, ami ugye az államnak a bankja, és aki 7 milliárd forint támogatást ígért meg ehhez az üzemhez, és nem fizette ki az összes támogatást, a cég állítása szerint ezen bukott meg az egész történet, ezért nem lehet ma Csornán még működő napelemgyár. Maga a gépsor is egyébként itt volt az üzemben, amit később vittek el Ausztriába, és hát azon félelem okán vitték el a cég tulajdonosai, erről számoltak be számomra a gépsort, hogy attól tartanak, hogyha az Exim Bankkal esetleg elveszítenék a pert, akkor lefoglalnák ezeket a gépsorokat, és ilyen formában nem történne meg számukra, nem lenne egy termelőüzem számukra a csornai napelemgyár. Ez így nagyon dióhéjba az új fejlemény, de nem is ez a lényeges szerintem a csornaiak szempontjából, hanem sokkal inkább az, hogy miért következhetett be ez a helyzet. Én azt feltételezem, hogy kormányzati körökben bizonyos érdekcsoportoknak megtetszett ez a napelem technológia, megtetszett ez a napelemgyár, jó üzletnek gondolják. A Tesla és hasonló nagy világcégekkel van egyébként kapcsolatban ez a napelemgyár, és meg szeretnék szerezni a technológiát és az üzemet. És ehhez pedig felhasználják az Exim Bankot. Én ezt feltételezem, és ezért fogok tovább harcolni, hogy kiderítsem az igazságot, és az üzem tényleg működhessen, helyi munkahelyeket tudjon teremteni, olyan munkahelyeket, ahol olyan fizetések vannak, amiből megélni és meg lehet, és nem kell a csornaiaknak majd akkor Ausztriába, Győrbe vagy más településekre ingázni, hogy aztán távol legyenek a nap nagyobb részében a családjuktól. Én most itt tartok ebben az ügyben. A feljelentés, amit tettem, és ami most jelenleg ügyészségi és NAV szinten is folyik, abban még újabb tájékoztatást nem kaptam, de ahogy eddig is tettem, itt a televízióban, illetve a Facebook oldalamon keresztül folyamatosan tájékoztatom majd a csornaiakat és a térségbelieket, hogy mik a legújabb fejlemények ebben a történetben.